Ez már a Híradó, 8 órakor, Radnai Csaba vagyok, jó reggelt kívánok! Megjelent az a kormányrendelet, amely meghosszabbítja a koronavírus járvány miatt elrendelt védelmi intézkedések hatályát. A napokban jelentették be, hogy a hétfőn lejáró korlátozások újabb 2 hétig érvényben maradnak, miután a következő időszakban az előrejelzések szerint drámaian romolhat a vírushelyzet Magyarországon. A kormány ezzel egy időben arról is döntött, hogy a bértámogatás külön kérelem nélkül meghosszabbodik azon munkaadók esetében, amelyek a mostani rendelet hatályba lépése előtt benyújtották igényüket. Emellett szintén március 16-áig meghosszabbították a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedéseket, valamint a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló rendelet hatályát is. Folytatódik az elmúlt napok emelkedő tendenciája. Egy nap alatt csaknem 5000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak itthon, és több mint 100 többségében idős krónikus beteg vesztette életét. Közben a hétvégén is folytatódik az oltási kampánya, beoltottak száma már az 560 ezret is meghaladta. Szlávik János infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy mind az 5 hazánkban engedélyezett vakcina megvéd a súlyos szövődményektől. Komolyabb betegség, gyógyszerallergia. Alapos vizsgálat előzi meg az oltást, biztosra mennek az orvosok, csak akkor adják be a vakcinát, ha mindent rendben találnak. A Debreceni Egyetem klinikáin a hétvégén egyszerre 30 helyszínen oltanak. Örülök, hogy túl vagyok rajta, és most már remélem biztonságban leszek. Országszerte nagy erőkkel oltanak, a Délpesti Centrum Kórházban 2 nap alatt több mint 1000-en kapják meg a Pfizer vakcina első adagját. Nagyon vártam, hogy sorra kerüljek, és én egészségügyi dolgozó voltam én is, és mindenkinek nagyon-nagyon melegen ajánlom, hogy oltassa be magát. Fontos, hogy minél többen megkapják az oltást, mert egyre több a beteg. Ismét csaknem 5000 új fertőzöttet regisztráltak, egészen pontosan 4948 embernek lett pozitív a tesztje egy nap alatt, és elhunyt 107 többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma ismét 90 000-hez közelít. Kórházban mintegy 5300 ember tápolnak, közülük több mint 480-an szorulnak gépi lélegeztetésre. A korábbinál fertőzőbb vírusváltozatok miatt romlik a járványhelyzet, ezért minél előbb ki kell alakítani a lakosság védettségét. Erről beszélt az országos tisztifőorvos az MTI-nek. Hozzátette, gyorsan és hatékonyan szeretnék beoltani a vakcináért jelentkezőket. Müller Cecília elmondta azt is, hogy a védekezést irányítók egészsége kiemelten fontos, ezért feltétlenül indokolt a kormány és az operatív törzs tagjainak a mi hamarabbi beoltása. Az engedélyezett vakcinák biztonságosak és hatékonyak, már az első adag után 60-70%-os védettség alakulhat ki. Ez elég ahhoz, hogy ha valaki mégis elkapja a fertőzést, kevésbé súlyos szövődményekkel átvészelje. Ezt már Szlávik János mondta az M1-nek. Az infektológus hangsúlyozta, 2,5 millió ember beoltásával már lehet befolyásolni a járványt, jelentősen csökkenthető a fertőzések száma. Mind az 5 oltóanyag hatékony és biztonságos, és mind az 5 alkalmas arra, hogy megakadályozza szinte 100%-ban, hogy az emberek ne kerüljenek kórházba és ne haljanak meg, és ebben a járványban ez a legfontosabb. Már több mint 560 000 embert oltottak be itthon, és közülük mintegy 250 000-en már a második adag vakcinát is megkapták. Az operatív törzs az oltási stratégia módosításán dolgozik, hogy minél többen, minél előbb megkaphassák az első adagot a rendelkezésre álló vakcinákból. Külön díjazást kapnak azok a házi orvosi szolgáltatók, amelyeket szabad vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására kötelezték. A kormány.hu közlése szerint a külön díj egy teljes napra 80 000 forint, fél napra pedig 40 000 forint. Ha az adott időszakra a beoltandók kevesebb, mint fele jelenik meg a rendelőben, akkor a házi orvos a támogatás összegének felére jogosult. A támogatás szabályait egy rövidesen megjelenő kormányrendelet fekteti le. Robbanásszerűen terjednek a koronavírus új variánsai a kontinensen. Ausztriában és Portugáliában az új fertőzések felét, Dániában a 2/3-át teszik ki a brit és a dél-afrikai mutációk. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra figyelmeztetett, hogy az eddigieknél fertőzőbb vírusvariánsok veszélybe sodorják az európai gazdaság újraindítását. Emmanuel Macron szerint pedig a mutációk terjedését a belső határokon kellene megállítani.
Csehországban holnaptól minden eddiginél szigorúbb korlátozások lépnek életbe. A súlyosbodó járványhelyzet miatt 3 hétre szinte teljesen bezár a több mint 10 milliós ország. A járások között csak indokolt esetben engedélyezik az utazást, szűkítik a nyitvatartó üzletek körét, emellett bezárnak az óvodák és az iskolák. Pénteken már több mint 14 ezer fertőzöttet jelentettek, a cseh egészségügyi miniszter szerint azonban ez a szám jövő héten akár napi 20 ezer is lehet. Olaszország több városát és térségét is zárlat alá helyezték a romló járványügyi helyzet miatt. Nápoly polgármestere is lezáratta a hétvégére a tengerparti sétányokat, és a szicíliai Palermo híres strandjaira sem lehet belépni a tömeg elkerülése érdekében. Zárlat alá került Toszkán, a több városa is, valamint két komplett déli tartomány. Az országban pénteken ismét meghaladta a 20 ezret a napi új fertőzöttek száma, és egyre többen, köztük a frissen kinevezett kormányfő is arról beszélt, hogy az uniós vakcina beszerzés lassúsága miatt az EU-n kívülről is kell vakcinát vásárolnia az országnak. Engedélyezte a Johnson & Johnson által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyag veszélyhelyzeti alkalmazását az amerikai élelmiszer és gyógyszerhatóság. A vakcina jelentősen eltér az eddig használtaktól, mivel már egyetlen adag is védettséget biztosít a járvánnyal szemben. 3 földrészen végzett klinikai vizsgálatok alapján 85%-ban hatékony a fertőzés ellen, emellett erős védelmet biztosít a dél-afrikai vírusvariánssal szemben is. A vállalat az Európai Unióban és az Egészségügyi Világszervezetnél is kezdeményezte a vakcina jóváhagyását, amelyből az év végéig 1 milliárd dózis legyártását ígéri. 120 hektáron égett a nádas Fonyódnál, több kilométeres távolságból is jól látszott, ahogy vörösre festették az égboltot a lángok. 8 településről érkezett erősítés, hivatásos és önkéntes tűzoltók is, hogy megfékezzék a tüzet. A hajnali órákra sikerült körülhatárolni a szélben gyorsan terjedő lángokat, majd végül eloltották a tüzet Fonyódnál. Felborult egy autó Hódmezővásárhely és Makó között. Úgy tudni, hogy egy az út fölött átrepülő fácán neki csapódott a szélvédőnek, a hirtelen kormánymozdulattól pedig a kocsi letért az úttestről és a tetejére borulva állt meg. Az autóban 2 felnőtt és egy 3 hónapos csecsemő utazott, mindhármukat kórházba kellett vinni. Holt versenyben nyerte meg a dal 2021 első elődöntőjét Katona Petra és Bari Laci. A zsűri emellett Katona Petrának ítélte meg a dal 2021 felfedezettje címet is. A 2 első helyezett mögött a Kaukázus az egyetlen szó című dallal végzett harmadikként, amelyben most akusztikusan szólaltak meg a dalok. A 4. továbbjutó a közönség által kiválasztott Matfield és a Nincsen szerencsém című dal. Katona Petra Viszlát múlt című dala és Bari Laci Féltelek című szerzeménye nyerte Holt versenyben a dal 2021 első elődöntőjét. A dalválasztó műsorban gazdára talált a dal 2021 felfedezettje cím, amely egyben a Petőfi Zenei Díj az év felfedezettje elismerés. Ezt szintén Katona Petrának ítélte oda a zsűri. A díjat Vince Lilla adta át az énekesnőnek, Petra dalának társszerzőjét is meglepte a kiemelkedő eredmény. Mindenképpen minden várakozásunkat egyelőre felülmúlta ez a teljesítmény, hogy most már benne vagyunk a döntőben, és hát nagyon reméljük, hogy ez a Katona Petra projektnek egy hatalmas mérföldkő, hiszen tényleg egy debütáló dallal egyből idáig jutni, azt gondolom, hogy ez azért figyelem felkeltő lehet. Katona Petra akusztikus produkciójában egy gyönyörű kék ruhában lépett színpadra. A ruha tervezője az a Merő Péter, aki a napokban mutatta be új kollekcióját a milánói Fashion Weeken 8 másik magyar márkával a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség koordinálásában. Katona Petra és Bari Laci egyaránt 39 pontot kapott, mögöttük a Kaukázus az egyetlen szó című dallal végzett harmadikként 37 ponttal. A 4. továbbjutót a közönség választotta ki szavazataival, a legtöbb voksot a Matfield és a Nincsen szerencsém című dal kapta, amely szintén bejutott a döntőbe. Nagyon erős volt a mezőny, tehát ez ugye egyre a jövő hét is ilyen lesz, hogy olyan nagyszerű muzsikusoktól is meg kellett válni, akár a Blankáékra gondolok, akár a jazzzenekar, akár Nicolettára, tehát akik nagyon komoly művészek. A Duna Televízióban sugárzott műsor fináléjába 8 versenyző jut majd tovább, azaz a jövő heti második elődöntőből is újabb 4 produkció.
A március 13-ai fináléban a zsűri által legjobbnak ítélt 4 dalra szavazhatnak majd a nézők, és a voksaik alapján hirdetik ki, hogy ki lesz a 10. évad legjobbja.